Na sziasztok, újra itt vagyok, és ez nem más, mint a Forza Horizon 3, igen. Bocsi, hogy így veszem föl. Ez most konkrétan a tablet neki van támasztva, a széknek is előrébb van tolva. Na mindegy. Engem nem fogtok látni, mert nem tudom még úgy megoldani, mert Xboxon játszok. Itt van az Xbox, meg ott is van egy Xbox, ott arra. És csapathatjuk a Forzát. Végre. 74-es szintű vagyok, az a most... Hát, bocsi, nem tudtam a játék elejéről mutatni, de nem akartam igazából, nem volt kedvem. De most komolyan, nem volt kedvem, és már ennyi autóm van. Nem, már ennyi autóm van. Számoljuk meg mennyi szerintem. 4, 5, 6, 7, 8, ahogy meg kaptam egy Aston Martint, meg egy BMW M1-et, egy széria számkupét. Na, tehát akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ötven, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 51, 57, 59, 66 vagy 62 darab autómban. Na viszont nagyon sok kreditem van, ilyen 800 ezer majdnem. Szerintem fölcsapjuk ezt a Jaguart, vagy ne csapjuk fel. A lényeg az, ez lamot nagyon jó, hogy megkaptam, de még nem tudom mikor, na mindegy. Ez az Urus, Lamborghini Urus, ez nekem nagyon jó beválik. Hát ez nem tudom. Ezt konkrétan eladhatnám, de nem akarom, mert barfányos kocsi. Ja, van itt Local Motors, Rally Fighter. Van itt 12 millió ért, hogy hívják, Pifari, a Bárdinetta, ez egy Maserati. Gymbagi. Ott szokták mondani. Subaru Impreza, ez egy 2005-ös. Nincs, de nincs más Subaru. Izé, Tesla, de majdnem S2. Izé, Paul Walker kocsia, izé, Toyota Supra, 98-as. S2, 922 van. Vauxhall Astra, ugye ez Angliában van. Van Corsa is belőle, de inkább Astra-t veszek. De mert ez drágább is egy kicsit. Na mindegy. Most itt, igen, most nyertem egy ilyen Honda NSX-et is, Wheelspinből, és azon mondom, és annak örültem, hogy ez az megvan, és gondoltam utána, hogy ó, ez a kocsi már megvan, miért örülök ennyire. De rájöttem, hogy nem, hát megnéztem, és nem. Nekes ott a Honda, és egy 2005-ös van meg belőle, ez meg egy 92-es volt, ha jól emlékszem. 95-ös, 92-es, igen. És itt van egy 2005-ös Honda NSX, Honda Civic-em is van, 97-ből, ez van meg maxos, ez még nem. Hát, Jaguar F-Type-ot is nyertem. Holden, ez is egy barfány kocsi volt. Amúgy ez lesz mostantól a Colorway. Én mindig ilyenre színezem a kocsikat. Na, menjünk egyet versenyezni szerintem. Méghozzá melyikkel menjünk. Amúgy most egyedül vagyok otthon, vagy itthon. Most gondolkodok egy picit. Melyik kocsival menjek? Igazából gondoltam az Opel GT, igen van Opel GT-m is. Szerintem ezt felcsapatjuk, aztán megyünk ezzel. Ha már úgyis régen Opelünk volt, ezt nagyon szerettük, aztán annak emlékére adtam egy ilyet. Nincs benne, azt hiszem 2007-es Opel G-Astra, az most kép nincs benne. De annak emlékére vettem egy Opelt. Nem Opel, vagy izé Vauxhall, hanem Opel. Megcsinálunk mindent. Oké, ezt kihagytam? Aha, ezt kihagytam.
hogy átgörgettem rajta, ez már megvan, úgyhogy ezt is belerakom mindent. Hűha, 7 kW pluszba, 4-10-es lesz, nem lesz 4-10-es, semmi baj. Na, a fékek, itt semmit nem javít, ha itt már valamit javít, itt pedig eddig sokat. Hármas fékje van ennek a kocsinak, azt a rendességét, ha nem szóna. Ez nagyon sokat javít le, rajta látjátok, fékeket is javít. Sebességet nem rontja, nem javítja, úgyhogy belerakom. Nekem nem lényeg, hogy nagyon, hogy néz ki, csak az a lényeg, hogy jó legyen. Jó legyen az autó. Na mindjárt C is lesz a kocsi. D-ről C lesz. Láthattátok már régebben Forza videókat sok videósnál, de én képzeljétek, hogy péntek 13-án kaptam meg az Xboxot. A Forza már régebb óta megvan. Aha, tehát nekem ezt kell ráraknom. Jézusom, ez mi? Jó lesz az Opelos. Ezt rárakom, és még ezt rárakjuk. Na mindjárt jövök. Na itt vagyok. Nem történt semmi. Na folytatjuk akkor a tuningolást. Jó lesz az így. A kerekeket a legvégére hagyom, mert azok nagyon sokat dobnak rajta. Hát romlik, de a kilovatt az nagyobb lesz. 1.6-os i4-es turbo rally, vagy 3.2-es i6-os. Belerakok plusz 26 kilovattot. Ez jó lenne. Bele is rakjuk ám az összkereket. Igaz, hogy a launchon azt nézitek, 6,7-ről 8,8-ra, azt szerintem 7,7-ről 8,7-re. Tyűha, kemény, javul az, plusz 50 kW és single turbo, jól mondom, single turbo, a twin turbo az két turbo, ugye két ugyanolyan turbo, mind a két henger sorol, igen. Jó, nem autószerelők vagyunk, úgyhogy hagyjuk. Csak a Ricsinél néztem most a videókat, amit 2016-ban csinált, aztán arról tudtam meg. Nem mindegy. Húha! Hát, hogy ekkora nem kéne rakni ezt a kereket? De javít rajta! Figyelj be, javít rajta! Ezek kivárhatóak. Nagyjából ugyanakkora, de szerintem egyel kisebbre. Nem. Mert akkor nem lesz 844. Tökéletes. Essen 844. Hibátlan. Na. Az lesz most, hogy megnézzük, mi van. Ja igen, kilépünk, tökéletesen kilépünk. Van egy jó hangja azért, ti nem biztosan halljátok. A főjebb hangosítom. Ez gyorsul ám a javából. Nem a végsebességéről híres, de jó gyorsul. Azt mondja, nézzünk egy versenyt. Hova menjünk, ide megyünk. Már is 200. Jobb alsó sarok. És bal alsó sarokban a térkép. Champion. 746 000 credit.
45.901-esen vagy. Ilyen kocsival nem fogok menni, köszönöm. Ilyen autó még nincsen. Hűha, megyünk az Opellal. Nagyon profil. Csapatjuk. Nyilvánvalóan. Nyilván egy profil csapatjuk, nem. Bénán. Bénán nem lehet csapatni. Hú, automata váltós nyilvánvaló. Ez most nem. Ez garantált. Hol a gyorsulása? Az a baj, hogy nem a végsebességével bírás az a kocsi. S1-esekkel jól fog menni. Egy S1-es női Aston Martinnal nem versenyezni, hogy biztos, hogy a régi autókkal versenyezni, csak. Mármint, hogy ezzel az Opellal egy S1-es Aston Martin ellen nem mennék, nem szívesen. Nem szívesen mennék. Kiadtam a checkpoint. Igen, visszatekerés is van. Városban nem annyira kell, mert azt megoldom falról pattanóból, de itt eldriftelek a checkpoint mellett. Ki akarok elezni egy egész sort. De ezt miért nem adod meg? Úgyhogy ennyi visszatekerés van, de nem adja meg. Ez azért szerintem, mert akkor legalább megtapasztalom, mekkorát kell bevenni, vagy mekkora távolságot kell bevenni. De másokat azt mondja, hogy ő nem jó. Nem jó, mert egy óvárkod, az is kész. És akkor semmi külön. És akkor elsőre tanul meg vezeti, hogy elbúszok, elbúkodok. És abban mi az élvezet? Elbúkodok. Mindig el tudod bukni, abban mi az élvezet. Mondjuk az a baj, hogy én meg azt csinálom, hogy mindig visszatekerem, hogyha rosszat csinálok. És azért például, hogy öt körül Góliát versenyen, lettem első, 63%-et, és azért vettem rezsetem, és 60 szintről léptem 12 szintet. Ami most ugye, ha számoljunk egy kicsit, 60-12 az 158 ezer, hogy mennyi lehet. Nem, 72 kb. Ja, 72. És fordítjuk az autót. Én mindig így szoktam megérkezni, tehát azzal ne legyen majd. Hogy hogy érkezünk meg? Városban így kell megoldani. Így. Még dőzsülik a falat. Hát nem ilyen kanyarba kellett volna, élesebb kanyarban. Ez nem olyan éles még, ez belefér, ez simán. Ez sem. Na, az ilyen kanyarat kell megoldani így. Nem lehet ám csak egy első gurulni. Fordítani is kell a kormányt, és akkor így be húzza, nem? Pedig volt, egy helyen volt visszatekerés, nem egy visszatekerés, hanem egy helyen volt visszatekerés. Nem kérdez ki mennyi, de egy helyen. Osz! Új. Körülbelül
188-as be is csapattuk a célba, és mégis van verseny. Na, beértetek már? Mert az enyém volt a legjobb kocsi. Ennyi volt, csak egy 8.44-es. 1 perc 5 volt a köridő. Na, 17.000 kreditet azért kaptunk. Csak abból ne legyen a legvégem kapok. 9500 XP, jól látjátok, 75-ös szintű lettem, ez már ilyen sötét fény. 60-as szinttől 74-ig úgy néz ki, ilyen világos, mi azt a landrovát jó? Hát persze, hogy megkapom, de hát jobb, mint az a jeep. Ott alatta. Fanból is kaptuk úgy 145 000, úgyhogy jó. Ja, akkor. Itt a CR-es autó, nem kersőjel, mint ahogy a nyilván szokta van, az igen. Tehát nem kersőjel, nem kredites autó. Itt a kredites autó. És a kredites autó barátom van. Na, mi adod a kredites? Na csak az sem. Hát ilyen konvojt is lehet csinálni. Úgy látom, téged el kell érni, mert te vagy a kredites autó, úgyhogy csak az sem rá. Gyere vissza, kredites autó! Gyere ide! Kredites autó. Nem? Nem kell. Visszacsapassod. Gyere ide! Itt ahogy egy drive-atár van, úgyhogy menjünk oda a drive-atárért. Gyertek, segítsetek nekem, hogy drive-atát megkeresek. Hú. Az igaz, te elvesztem a 3000 pontomat. Ú, ne, kérem, nekem... Nem akarok most konvoj versenyt. Ó, jó kis autóval csapatjuk. Jó kis bucket list, amúgy ezt annyira nem szeretem, de ha easy, akkor megcsináljuk. Morning driving for luxury, take glorious. Ez fordítva kell mondanom, de nem baj. Semmi nem baj. Amúgy olyan saj vibration, ami azt jelenti, hogy rezeg az egész kontroller. Na mi? Oda kell érnem egy idő alatt. Hát jó, oké. Hát akkor megyünk sajátféle módon, át mindenen az egész mindenféle módon. Hát az egész ízé söményen, úgyhogy a banánokkal, banánosan, mit tudom én. Tessék, 20-as percet 1 km rövidítéssel. Aha. Megyünk tovább. Semmi nem történt, nem látunk semmit. Most már nem tekerek vissza, mert ez nem volt olyan hatalmas. Most merre? Jól van velem, most merre? Nem néztem el a GPS-re azért. Nem tudtam, hogy mi van. Na, még be is van. Fordulj, mit tudom én merre? Erre meg arra. Ja, aki rendben van, azt tudom, csak arra a balra lehet. Na jó, kicsit csöndben maradok, ennyit beszéltem már most az elején, hogy ez nem igaz. Amíg azt terveztem, hogy megmutatom a, hát nem biztos, hogy egy részben, de nagyobb egy részben, két-három részben az összes autómat. Nem biztos, hogy tuningosak, sőt, egyáltalán nem biztos. Nem mindegyik tuningos. Nem mindegyik tuningos, de azért megmutatom az összeset. Vannak azért elég érdekesek. Miért nem lehet mondjuk egy ilyet csinálni így? Mondjuk semmi csak úgy nincs, úgyhogy csináltuk így. Az nem zavar senkit igazából. Tök mindegy igazából, hogy most mi van. Hát szó is, hogy ez azért.
Tehát a szoros végzések, én bocsánat. Csak ki tudnám mondani az égre. A hátszak, hogy a rövidítés úgy, hogy sivatagok. Sivatagok? Az igen, ez aztán sivatagok. Ha ettől, ennyi és ettől a fogát. Az, hogy vele rövid. Hát akkor nem rövidítjük le. Most akkor nem rövidítjük. Hát több itt 2 perc, aztán a több itt az út felment. Tehát ez elég egyszerű. Nagyon csöndben maradjunk. Kicsit is élvezzétek a játékot, meg az autót. Nézzétek már, egy 4K-s az egész. De ez adott. De nézzétek az utat, az autót, hogy ki van dolgozva. A mindent, a fákat, a felhőtet. Igen, a felhőt, a fákat nagyon lehet látni. Nézzétek a napot. Lefedeztek. Hát, belőzzük, hogy ki volt a napban. Azt mondjuk, hogy csúszik az autó kisebb. Ez a legjobb játék a autós játékból, ez a legjobb. Motorsport az egy kötőkész, meg nagyon nekem a motorsport, nagyon kötő dolog. Csak itt autópályán. Ez nem arról szól, hogy azért így főzés, kösz. Hanem, hogy ez ilyen autókázos cucc. Ez ilyen Touringokat, kocsikat, versenyen szeretsz, fesztiválba jövítesz, falukat szerez, ilyesmitől szól az egész. Igazából tökre jövő, mert olst és na, nézzük mennyit kapunk, nem szántok sokra, hát nem is sok. Na, XP, hát jól, az is jó, nem rossz. 106 azért van, arra azért nem gondoltam. 2 darab maxos fesztivál helyen van, a városi meg a Rainforest. Hát ez a piros helyen, ez a középső, ez a piros szerű, ami inkább ami rózsaszín szerűség, lila, nem tudom mi, az inkább ilyen, ez 2-es szintű, a 3-as, erre gondoltam, ez 3-as szintű, a Iara, ilyen tudom mi, Valley, 3-as szintű, ez ugye a város, ez maxos szintű 5-ös, ez is maxos szintű 5-ös, és a sivatagi az level 2-es. Amúgy történtek ám elég érdekes dolgok, például, hogy ment itt egy kocsi, és például kanyarodott az egyik, kanyarodott így az egyik, így, nézzétek ezt a csúszkát, ami itt van, tehát így kanyarodott, és kanyarodott, ugye kanyarodni akart a másik is, és pont akkor kanyarodott, amikor így jöttem, és így elmentem így a kettő között. Tehát konkrétan így, ez így volt, és a másik is így volt, és így súgy közötte. Na, ott mentem. De ez itt tök menő volt. Mennyire van ez? Turn around. Nem baj, ne beszéljük sokat. Fast travel, haladjunk is legalább. Megnézzük, hogy lehetne már venni VSP-neket. Na, ez van ott a szinten, már csak remélem, hogy már lehet venni VSP-neket. Na, ott a Progress, ezt mondja, opa, VSP, és még nem lehet még mindig. Miért nem? Miért nem lehet még mindig venni VSP-neket, vagy várjál? Vagy, de social, home. Nem home, progressnél aztán, hát fogalmam sincs. De úgy, ez kisok. Igen, itt venném meg a VSP-t, szerintem még ezt a 2 VSP-t meg kell venni is, és utána már lehet venni ilyen VSP-es cuccokat, tehát hogy VSP-t 70 ezerért. Hát most 0 skill pointom van, 5-ért tudok venni, vagy 10-ért VSP-t. Mini Coopert is lehet venni. Azt megnézzük azt a jó kis Mini Cooper Horizon Boost cuccost. Mini Cooper, azt mondja M betűt keresünk meg, ami itt van valahol. Csak ó, azért ez a Königszeg se rossz. Königszegek nem rosszak. Tehát a Bugatti ez 2,2 millió. Ez ugye olcsóbb, ez drágább, ez is olcsóbb, ez is olcsóbb. Ez drágább egy kicsivel.
ugye vannak a Lamborghini-k, van a Porsche rengeteg, ez például tökre tetszik, az a Veneno. Nem rossz, de sokkal drágább. Ezért megvan. Hát ezért van itt minden. Úristen, hogy ez a Lamborghini. Sem baj. Mi? 420 000, 224 000, P1-es, P1 GT, F1. Halljátok, én veszek egy 570-es kupét. Nem is komolyan mondom, én veszek egy 570-es kupét. De most komolyan. Ki ne akar egy ilyet venni? Colors. Ugye itt a kocsi. Na, hogy megnézzük azt a Mini Coopert. Jön az DLC is, hogy olyasmi. Az lehet, hogy akkor DLC is adott. Ó, ez a Morgan. Három kerekű. Ó, az itt a Nissan GTR. A Noble, Oldsmobile, nem kell, Opel Manta 400. Huayra. Huayra BC, a Huayra, a Zonda R. Zonda King Roadster, nem tudom, hogy kell érteni. Hát, nem tudom, mi ez az a kocsi, ez is mi. Jó, ott van ez a plávó, de ez hogy néz ki? Ez a borzalmas. Polaris. Ez a hülye Polarisok. Nem szeretem. Rockstar Edition. De semben közön. Csak a színben. Rockstar Gaming. Panamera Turbo. Cayman GT 4. Ez is egy jó autó igazából, most nem veszem meg. Hát ez pánikét, ez biztos nem veszem meg, ezt se akarom. Ez egy 13-as újabb autó, tehát nem rossz, de hát azért á. 2005-ös 2004-ben mi a különbség? Covid ez semmi. 2005-ös nyilván jobban van tudni Covid picivel. Annyi, hogy 33 000, V750-es, 657 helyett, és 657-es. De azért mindjárt más. Tesla is megvan, ez nincs meg. Ez is megvan. Ultimát nem tudok venni, mert ja, itt a Corza. Oda 16-os, azt elhiszek inkább. Hát igen, és itt a legvége, Zenbo. Ennyi. Kipróbáljuk ezt a McLaren-t. Igen, vacsvonó. De Horizon az egy speed skill boost. Hát, megpróbáltam ezt eladni, ezt a vacsvonót. De majd, ha nektek is megvan a Forza, akkor majd vegyétek meg. Hogyha kell nektek.
Mennyi ezer? 160 ezer, akkor felkom. Ugyanannyiért. Tuning. Tuningos. Cucc. Ja, ezért. Startups, jó. Tudjátok, hogy felrakok 200 ezerért, mert volt 80 ezer a tuning. Nem tudom felrakni. Nem mondjátok olyan. És miért nem tudom felrakni? Ez másoknak ilyen problémáink nincsen. Ezt figyelmük, ezt föl tudom rakni. Figyelmük, aha, persze, ezt föl tudom rakni. Hát fölcsapítjuk. Ennyire. Ezt ennyire. Menj a max. Hát, nem kell, nem, ahogy nem. Nem eszünk kéne. 5 millió ér, tökéletes. Jó, mindegy. Nem baj, speed skill boostos. Mindegy, nem baj. Na fenn ma. Na majd elviszitek. Vagy elviszik. Ja, meg ezt vettem. Nem, ezt kaptam. Igen, ezt kaptam. De hogy van föltegyem. Ez a bacon, ez a sima. Ez valószínű. Hozz Shadi GT350. Jött a fókuszeres. Hogy jó? Rádió, nyilván.